Az eget mindig lenyűgözve nézem. A földről, amelyhez mi tagadás nagyon ragaszkodom. Nem volna elég bátorság bennem a világűr meghódításához, de csodálok mindenkit, aki képes erre. A 1969-ben az első és egyben első sikeres holdraszállási kísérlet során Neil Armstrong egy lézertükröt helyezett el a hold felszínén, amely képes visszaverni a lézersugarakat. Az Apollo 11 küldetése után összesen 5 ilyen eszköz került a holdra, amely közül 4 a mai napig működik. Segítségükkel pedig meghatározható a hold föld távolság. Egyáltalán meghatározható ez pontosan? Pontosan azért nem lehet meghatározni, mert a hold az nem körpályán kering a föld körül, hanem ellipszis alakú pályán. Az átlag az 384.400 km, de ez változik úgy 407 és 365 között körülbelül. Tehát úgy lehetne mondani, hogy másodpercenként 70 méternyit változik a távolság, tehát ez egy állandó változó. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, én valószínűleg egy picit holdkoros vagyok, tehát hogyha fönt van a hold, akkor nekem nézni kell. De vannak olyan időszakok, amikor a holdat nappal is lehet látni. Akkor se láthatjuk a holdot mindig, amikor voltak éppen fizikailag láthatnánk, úgy értem, hogy azon a felén vagyunk a Földnek, ami éppen látja a holdat, viszont olyan erős a napsütés, hogy ezt nem láthatjuk. Holdnak nincsen saját fénye, tehát mi a visszavert fényben látjuk, mivel a visszavert fény az mindig gyengébb, mint a direkt napfény, amely a légkörben szóródik, tehát azt jelenti, hogy mindenhonnan kapjuk ezt a fényt, nem csak pont a nap irányából, tehát a hold ezekben az esetekben láthatatlanná válik. Amikor telehold van, akkor azt jelenti, hogy a hátunk mögül, tehát a föld túloldala felül van a nap, ezért látjuk a teljes holdat, pontosabban a felé visszavert fényben, ami annyit jelent, hogyha ott ülnénk a holdon, akkor a földet ugye hátsó világításba kapnánk, tehát azt jelenti, hogy egy fogyóföldet, vagy egy, nem is tudom, új földet, vagy mit látnánk, mert nem látnánk igazából a földet, pontosabban látnánk, mert a légkörön ott is szóródna a fény. A mai multiverzumban képzeletbeli űrutazásra indulunk. Az egyetlen eszköz, amely képes elérni a világűrt. Hogyan működnek a rakéták? Már keresik a második magyar űrhajóst, a hazai űrtörténet múltja és jövője. Sci-fi kontra valóság, a világűrben játszódó filmek hitelessége. Koltai Bori pedig a Magyar Honvédség repülő orvosi alkalmasságvizsgáló és gyógyító intézetében teszteli képességeit. Műsorunk kíváncsi és mindig online, úgyhogy keressenek minket az interneten is. Látogassanak el a mediaclick.hu weboldalra, vagy kattintsanak az M5 hivatalos Facebook oldalára. Ötleteiket, javaslataikat a multiverzum@mtva.hu e-mail címre várjuk. Jelenleg egyetlen eszköz alkalmas a világűr elérésére, ez pedig a rakéta. Ahhoz azonban, hogy egy űrrepülő térről eljusson odáig, hogy pályára állít egy űrállomást vagy egy szondát, le kell gyűrnie a Föld gravitációs erejét, és el kell érnie a kellő magasságot és sebességet. 3, 2, 1, kilövés! Ez a Saturn 5-ös kilövéskor. Ilyen rakétákat használtak az amerikai Apollo programban, hogy segítségükkel űrhajókat juttassanak a hold térségébe. A 110,5 méter magas óriás rakéta teljes tömege 2930 tonna. Ennek elenyésző része a szerkezeti tömeg, tehát olyan rengeteg üzemanyaggal kellett megtölteni, amelynek köszönhetően képes volt elérni azt a sebességet, hogy egyáltalán föld körüli pályára álljon. Ehhez el kell érni az úgynevezett első kozmikus sebességet, ez nagyjából 7 km per szekundum. Ha ezt valaki megpróbálja visszafordítani, akkor ez nem golyó, ez a puskagolyó sebességén is sokkal gyorsabb. Tehát ez egy elképesztő tempó. Ilyen sebességgel nagyjából 90 perc alatt lehet megkerülni az egész Földet. Tehát akkor a Föld saját gravitációját már legyőztük. Viszont ennél több kell,
hogyha mondjuk el akarunk jutni a Holdhoz, akkor még nagyobb energiákat kell befektetni, el kell érni egy újabb kozmikus sebességet, a második kozmikus sebességet. Erre képes volt a Saturn 5-ös rakéta, hiszen 1969-ben egy ilyen eszköz segítségével landolt először ember a Holdon. Ennél jobb technológiájú hajtóművet azóta sem fejlesztettek. A legújabb kísérletek azt mutatják, hogy a SpaceX Falcon Heavy rakétája megközelítheti majd a Saturn 5 erejét. Tehát az elmúlt fél évszázad alatt teljesítményben nem, de fenntarthatóságban azért rengeteget fejlődött az űrutazás, hiszen a SpaceX rakétái nem csak kijuttatják a hasznos terhet, de vissza is térnek a kiindulási pontra, gyakorlatilag az üzemanyagköltségre redukálva a kiadásokat. Alapvetően azért a fizikát nem lehet megkerülni. Hogyha nukleáris elven visszük, akkor is föl kell vinni azt a forrást, ami azt az üzemanyagot, vagy azt az energiát előállítja. Tehát mindenhogyan az energiaforrással rendelkeznünk kell, és amíg az emberiség nem tud előállítani olyan technológiákat, olyan energiaforrásokat, amit egy science fictionben látunk, hogy egy öklömi kis doboz annyi energiát termel, amivel hipertérugrást lehet végrehajtani, most mondtam valamit, és a gravitációs teret is görbíthetem, addig azért csodák nem fognak történni. Tehát amíg a Marvel univerzum féle Tesseract nem áll rendelkezésünkre, azzal tudjuk szó szerint megkönnyíteni az űrutazást, hogy csökkentjük az űrhajók anyagának súlyát, hiszen kisebb tömegmozgatása kisebb energiával jár. Az űrtechnikában elsődlegesen használatos anyagok a szénszál erősítésű polimerek, a kevlár elnevezésre hallgató anyag, illetve a nagy szilárdságú alumínium anyagok is. A szilárdság növekedés az jellemzően mindig az alakíthatóságnak a csökkenését vonja maga után. Még a súly minimalizálása mellett is egy űrállomást csak darabjaiban lehet kijuttatni a stratoszférán túlra, és ez még csak a kezdet, amivel a mérnököknek meg kell küzdeni. További nehézséget jelent az űrállomás összeszerelése, az emberi tartózkodása alkalmas körülmények kialakítása, vagy éppen az állomás különböző pozíciókba állítása. Egyébként giroszkópokat csinálják. Ez egy nagyon jó fizikából ismert trükk. Próbáljuk ki mindannyian, vegyünk a kezünkben egy biciklikereket, akármi, pörgessük meg valahogy, és akkor itt próbáljunk meg megfordulni. És a perdület megmaradás hatására érezni fogjuk, hogy erő hat vissza ránk, nehéz lesz fordulni. Na az űrállomáson ugyanezt csinálják, hogy négy darab folyamatosan pörgő pörgetjű van, amit elektromágneses elven ott fölpörgetnek, és abban a pillanatban, amikor az állomást forgatni kell, akkor ezeknek a tengelyét árammal elkezdik forgatni. És még csak egy űrállomásról beszélünk. Gondoljunk bele, micsoda kihívásokkal kell szembenézniük a tudósoknak, hogy embert juttathassanak a Marsra. Koltai Bori ma Kecskemétre látogat, ahol olyan vizsgálatnak vetik alá, mint annak idején az első magyar űrhajóst, Farkas Bertalant. Itt utoljára a 80-as években vizsgáltak és választottak ki űrhajósokat, de hogyha jól tudom, akkor ma már egy picit más az intézménynek a profilja. Jelenleg az intézmény elsősorban a katonai pilóták kiválasztásával, illetve alkalmassági vizsgálatával foglalkozik. De talán van átfedés a pilótákkal és az űrhajósokkal szemben támasztott kritériumok között. Ez kétségtelen, hiszen az első magyar űrhajósok Farkas Bertalan és Magyari Béla szintén vadászpilóták voltak. Ezeken a vizsgálatokon fogok én is átesni. Kezdjük! Norbert, mit mér ez a szerkezet, amiben most éppen beleültem? Ez a veszélyesnek tűnő, de egyszerű és régi készülék az úgynevezett bárányféle forgószék, amivel az egyensúly szervet, egész pontosan a mozgásbetegségre való hajlamot fogjuk provokálni, illetve vizsgálni. Majd hirtelen meg fogom állítani, akkor megkérem, hogy nyissa ki a szemét és nézze rám. Okay. Jó. Picit pihenünk, és akkor majd következik a másik oldal. Eszédült? Picit igen. Mi az, most látta ezt a szemmozgást, amiről beszéltünk? Picit. Ilyen tempóban forgatják egyébként a pacienseket, igen. Vagy ennél gyorsabban? Körülbelül így. Őszintén. Jó. Tartamban. És hosszabb időtartamban. Ez egy körperces volt. Körülbelül egy percig szoktuk egyik irányba, pici pihenő után jön a másik. Jól vagyok. Norbert, hogyan értékeled? Kifejezett vegetatív tünetek nincsenek, megmaradt a székbe.
Úgyhogy úgy tűnik, hogy a vizsgálat sikeres. Hát akkor ezek alapján eddig még mondhatni versenyben vagyok. Akár sikeres is lehet. Még lehet, hogy pilóta lesz belőlem. Bizonyos géptípusokon, például vadászrepülőn vagy űrhajón nem megengedett a korrekciós látás. Ez azt jelenti, hogy ott szemüveg nélkül, illetve kontaktlencse nélkül tökéletesen kell látni. Mindenféle szituációban a szemizmokat bénítva is bizonyítani kell azt, hogy nincsen semmifajta rejtett látáshiba. Van egy ilyen tévhit, hogy lyukas foggal nem lehet valaki pilóta, pláne nem űrhajós. Bizonyos meghatározott számú töméssel azért rendelkezhet az illető, ami ebben az esetben konkrétan 15 darabot jelent. Az egész sok egyébként. Az egész sok, de nyilván nekünk ezt meg kell vizsgálni, hogy azok a tömések szakmailag korrektek-e. Ez történik itt a rendelőben, és ezt követően pedig egy speciális vizsgálat következik. Barókamrában tudjuk ellenőrizni egy zuhanópróba kíséretében, hogy akkor az a tömés tényleg megállja a helyét. Lefordítva, tehát, hogy konkrétan nem esik-e ki például valaki Igen. a helyéről ezek között, az extrém körülmények között. Igen. És a tömésnek az anyaga, az mindegy, hogy miből van? Mindegy. A lényeg az, hogy a tömés alatt levegőbuborék nem lehet, ugyanis ez okozza a problémát. A földfelszín fölött nagyjából 100 kilométerre húzódik a világűr határa, amelyet Kármán vonalnak is hívnak. Nevét a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia megalapítójáról, az aerodinamika és a rakétatechnika nemzetközi hírű kutatójáról, Kármán Tódorról kapta. Most az űrutazás után következzen egy kis időutazás a magyar űrtörténet múltjában és jövőjében. A magyar tudósok a mai napig meghatározó tudományos értékkel bíró mérföldköveket raktak le az űrtörténelem ösvényén. A magyar űrtevékenység kezdete 1946. február 6-ára tehető, amikor Bajz Zoltán vezetésével egy kutatócsoport végrehajtotta az első sikeres európai holdradar kísérletet, melynek keretében sikerült kimutatniuk a hold felé küldött radarhullámok visszaverődését. Az űrhatárának kijelölésében is egy magyar tudós jeleskedett, Kármán Tódor. Ez a határvonal hozzávetőlegesen 100 kilométeres magasságban húzódik, ahová egy légijármű már nem tud a felhajtó erő segítségével repülni, hanem el kell érnie az első kozmikus sebességet, a 7,9 km/s-ot a fennmaradáshoz. Hát Kármán Tódor egyrészt az úgynevezett alaptudományok, a matematika, a fizika, a dinamika területén alkotott kimagaslót, nagyon kimagaslót. A helikopter létrehozásának, műszaki létrehozásának az elméleti megalapozása, az ő kísérleteinek is köszönhető ez. Ez is mutatja azt, hogy mekkora nagy tekintélye volt, és mekkora nagy tudományos potenciálja volt ő neki. Az űr meghódítására a magyaroknak eleinte közvetett módon műszerekkel volt lehetősége. Magyarország az 1960-as évek végétől több űrprogramban is részt vett. Az 1967-ben meghirdetett Interkozmosz együttműködés kereteit kihasználva kutatórakéták, műholdak, majd bolygóközi szondák fedélzetére is feljutottak magyar műszerek. A program részeként 1980-ban repült a Szojusz 36 űrhajóval Farkas Bertalan a Szaljut 6 űrállomásra. Farkas Bertalan vitte magával először az űrbe a Pille nevű dózismérőt, amit jelenleg a nemzetközi űrállomáson használnak. Az eddigi űrsikerek után a tervek szerint 2025 előtt még egy magyar űrhajós elhagyhatja a Kármán vonalat és eljuthat a nemzetközi űrállomásra. A jó angol nyelvtudású, felsőfokú tudományos, technológiai, mérnöktudományi vagy matematikai végzettségű jelöltek esetében az első lépés a repülőorvosi vizsgálatok lefolytatása. A megfelelő rátermettség. Ez egy komplex dolog, ezt leszünk többek között mi hivatottak, orvosok, pszichológusok, fizikai állapot felméréssel foglalkozó szakemberek megállapítani, hogy a sok száz jelentkező közül ki az a kettő, aki részt vehet űrhajós kiképzésen. És majdan ezen kettő közül ki az az egy, aki elmegy az űrbe, és végrehajtja azt a általunk és a magyar tudós társadalom által tervezett programot, amely mindenképpen a magyar tudományt
előre fogja vinni, és Magyarország hírnevét tovább fogja öregbíteni a világban. Az amerikaiakkal összefogva egy houstoni székhelyű céggel juthat fel a magyar űrhajós a nemzetközi űrállomásra. A Hunor magyar űrhajós programba 2022. január 31-éig várják a jelentkezéseket. Visszatérünk Koltai Borihoz, akiről kiderül, hogyan működik stressz helyzetben, és hogy mennyire bírja a nyomást. Nagyon jó, hibátlan, újra szürke. 48 és 96% kettőt évesztettél. Mit vizsgáltok ebben a helyiségben, ahol most ülünk? Ez egy speciális laboratórium, az úgynevezett repülőorvosi bizottság keze alá dolgozunk. Ide járnak főként a hadseregből a pilóták, a repüléssel foglalkozó szakemberek értelmez alatt a repülés irányítókat, de ide érnek a búvárok is, tűzszerészek, tehát mindenki olyan, aki nem a hétköznapi környezetben kell, hogy dolgozzon, és egy kicsit nagyobb kockázattal jár a tevékenységen. De nyilván egy űrhajós kiválasztási folyamatának is nagyon fontos része a pszichológiai vizsgálat. Igen, természetesen. Azt nézzük meg, hogy milyen a reakcióidő, milyen a döntési képessége, mi van akkor, hogyha konfliktus helyzetben bekerül, hogyan tud teljesíteni, a konfliktus helyzet elmúltával hogyan tudja összeszedni magát, ismét hogyan lehet majd munkaképes, milyen hosszan tudunk rá számítani. Aki átlépi ezt a küszöböt, átmegy egy következő lépcsőbe, ahol csapatba helyezzük. Ott is speciális körülmények vannak, speciális feladatok vannak, de már együtt kell dolgozni, szintén kiválasztott emberekkel. De fogadja el! Ott van! Hát ez elég nehéz volt. Ugyanakkor nagyon jól teljesítettél, és a nehézség meg a jó teljesítmény együtt illusztrál valamit, amit egyébként nagyon nehéz elmondani. Mi történt itt? Az történt, hogy bejöttél a laborba, elmondtuk, hogy mi fog következni, de ahogy az első gombot megnyomtad, onnantól kezdve magadra voltál hagyva. És ez nagyon-nagyon fontos, amit figyelnünk kell, akár a repülésben, akár az űrrepülésben majd, hogy az adott ember miközben teljesít és bajba kerül, és nincs ott a segítség, mit tud csinálni? Ezt én is éreztem az elején, most ügyetlenkedtem, és el is dőlt ez a háromszög, ez amit pizzaszeletként emlegettünk. Ez így van, hibáztál. Senki nem szólt, hogy mit csináljál, senki nem segített, csak a saját hibáidból tudtál építkezni. És innen jöttél fel egy olyan szintre, ami a végén egy kiváló szint. Nem akarsz űrhajós lenni? Örömmel. A barokkamrába ülünk, ami egy hipobáriás kamra, ez azt jelenti, hogy itt vákumot tudnak létrehozni, és itt azt a speciális állapotot tudjuk szimulálni a pilótáknak, pilóta jelölteknek, ami a úgynevezett hipobáriás oxigénhiány, azaz a csökkent légnyomás okozta oxigénhiány. Ide mindig csak olyan ember ül be komoly vizsgálatra, aki a teljes vertikumát az alkalmasságvizsgálatnak sikerrel végigvitte. Farkas Bertalan is ezen székek egyikében gyakorolt? Ebben a kamrában történt az ő vizsgálatuk is, így van. Próbáljuk akkor ki, nem tudom, mi lehetne az a magasság, hova felenged engem. Én 500 métert javasolnék, oda még baj nélkül följutunk. Milyen gyorsan jutunk el erre a magasságra? Körülbelül ilyen 20 másodperc, lefelé pedig hasonló. És érezzük is, hogy kezd dugulni a fül. Minden rendben? Igen. Nagyon jó napom volt ma. Néhány kötelező vizsgálaton is átestem, de ami talán még fontosabb, hogy nagyon nagy élményekben is részem volt, az pedig külön jól esett, hogy pozitív visszajelzéseket kaptam, úgyhogy még az is lehet, hogy elgondolkozom egy másik szakmán. Abban biztos vagyok, hogy az első holdra szállás alkalmával Neil Armstrong már biztos, hogy gyűjtött mintákat a holdról. Két olyan emléktárgyunk van, amit az Amerikai Egyesült Államok elnöke adományozott az országunknak, mint a Föld valamennyi akkori országának és az Egyesült Államok tagállamainak. Az első, illetve az utolsó emberes amerikai hold expedíció alkalmából ezek az úgynevezett Goodwill Moon Rock, tehát jó akarat holdkőzet minták, itt ki is van állítva a kiállításunkon.
elképzeli magát az ember itt ezen a holdbéli tájon, akkor mi alapján választom ki azt a helyet, hogy én honnan veszek mintát? Hát ugye az Apollo expedíciókról mindenki csak ezt a három évet tudja, ismeri, ami az emberi leszállásokkal telt. Tehát az Apollo program 61 májusában kezdődött, amikor az amerikai elnök kijelentette, hogy ők egy évtizeden belül embert juttatnak a Holdra, és onnan biztonságosan haza is hozzák, és természetesen nem csak az embert hozzák vissza, hanem a mintákat is. Ezek az űrhajósok, ezek alapvetőleg a legutolsó expedíció egy résztvevőjétől eltekintve, ezek majdnem mind katonai. Lényegében mind katonai pilóta volt, vagy korábban, vagy közvetlenül a csatlakozás előtt, tehát nem voltak szakemberek, viszont részt vettek előtte mindenféle tréningeken, nem csak konkrétan a szerszámaikkal kellett gyűjteni, hanem a geológusok fölkészítették arra, hogy körülbelül mire figyeljenek, illetve ebben a hosszú programban olyan szondákat küldtek el a Holdra, amelyek először csak oda mentek, belecsapódtak és közben képeket csináltak, aztán már keringtek körülötte, azután már megpróbálták, hogy milyen a leszállás. Ezek még nem gyűjtöttek mintát, de lefényképezték a Holdat úgy, hogy ki lehetett szúrni, hogy melyek azok a területek, amik valószínűleg érdekesek. Tehát nyilván különböző típusok. Olyan kell, ahol a felföldi anyagból is lehet mintát szedni, meg olyan is, ahol a tengerek anyagából is. Az utolsó expedíción, a Harrison, ahogy Amerika becézték, Jack Schmidt, ő egy valódi geológus volt, tehát ő geológusként csatlakozott expedícióhoz, és ő már, hogy mondjam, maga által hozott tudást tudta bevetni a gyűjtés során. Az űrben játszódó tudományos, fantasztikus filmek, mint amilyen például az első ember, amely a Holdra szállást és annak előzményeit mutatja be, egészen valóságosnak tűnnek. Még akkor is, ha a kamera csupán a színészeket és az eszközöket tudja megmutatni, a többi pedig animáció és technikai csoda. Buzz Lightyear vagyok az Univerzum Védelmi Egységtől. A hajón véletlenül zuhant a bolygótokra. A végtelenbe és tovább. A Toy Story filmek csillagharcosa Buzz Lightyear szállóigévé vált mondása tőlünk emberektől sem idegen, hiszen lenyűgöz minket minden, ami csillagközi, űrrendszeri és világegyetemi. A kérdés azonban örök, miért szeretünk elrugaszkodni földivalónktól, hogy az űr ismeretlenjében kalandozzunk? Pontosan ebben az ismeretlenségben is rejlik a varázsa, hogy gyakorlatilag bármit bele lehet képzelni, és még az bármennyire is sokszor láttuk, vagy bármennyire is mondjuk azt, hogy elcsépelt, hogy most jönnek a zöld űrlények és leligázzák a Földet, ennek annyi különböző olvasata lehet, mert annyi különböző részletben lehet eltérni az eddig látottaktól, hogy ez mindig izgalmas lesz. A világűrben játszódó filmeket általában a sci-fi műfajába soroljuk, ugyanis ezek témája és képi világa sokszor a valóságtól teljesen elrugaszkodik. Nézői szempontból, hogyha beülünk egy ilyen tudományos, fantasztikus űrben, jövőben játszódó filmet nézni, akkor az ma már alapvetés, hogy igenis kápráztassan el minket a rendező, és olyan látványa legyen a filmnek, a szereplők olyan helyzetek közé keveredjenek, ami nem mindennapi filmélményt okoz a nézőnek. Most nyilvánvalóan a számítógép generált a technikai hátterek azok már olyan széles tárházát tudják nyújtani az alkotóknak. Sokszor a tudományos fantasztikus filmeknél akár hitelességről is beszélhetünk, a fantázia szüleményeit viszont nehéz megkerülni. Nézzünk a mozivászonra egy fizikus szemével, olyan témákkal, mint a súlytalanság. Houston, valami baj van? Nekem a kedvenc példám erre az Apollo 13 című film, ahol nem is mondhatjuk azt, hogy filmtrükk segítségével csinálták a dolgot, hiszen ők a jelenetek tekintélyes részét valódi súlytalanságban vették föl. Ehhez ugye nem kell az űrbe fölmenni, hiszen súlytalanságában mindig, amikor szabad esés van. Tehát, hogyha egy liftben elvágnánk a kötelet, és elkezdene zuhanni a lift fülke, akkor abban a két szép másodpercben súlytalanságot élnénk át. Nem így veszik föl ezeket a jeleneteket, viszont parabola repülésen, tehát pontosan ugyanolyan módszerrel, ahogy az űrhajósokat is felkészítik, átalakított utasszállító repülőgépekkel fölmennek, és gyakorlatilag zuhantatják a repülőgépet, tehát egy szakaszon szabadon esik a repülőgép, ezzel nagyjából 20-25 másodperces etapokra lehet csinálni súlytalanságot.
Minden űrfilmek ősatja Stanley Kubrick 2001 űr Odüsszeje című 1968-ban bemutatott alkotása, ami azóta is minden világűr mozit meghatároz. A film készítői konzultáltak a NASA kutatóival, hogy vajon hogy fest majd 2001-ben az űrkutatás. Ehhez hűen a film fizikailag reális, ám így is találunk benne téves részleteket. Valahogy így van abban a filmben, úgy megy ki a zsilipből egy pillanatra, hogy még nincs rajta az űrruha, és van neki néhány másodperce, hogy átjusson A űrhajóból B űrhajóba a vákumon keresztül, és csodálatos módon sikerül is neki. Sajnos ez teljesen irreális, mert a világűrben vákumban, mi pedig hát tulajdonképpen egy zsák vagyunk, ami nyomással van töltve, ugye a vérnyomás, az ember egy vízzel töltött lufi. Na most, hogyha ezt beletesszük a vákumba, akkor elképzelhetjük, mi történik. Hát bizony ott azonnal lényegében felforr az ember vére, a lufi pedig szétpukkan. Ám nem eszik olyan forrónak ását. Egy dologban egyetérthetünk, az űrhajó és a szkafander az esetek nagy részében garancia a jó filmélményre. Ez volt már a Multiverzum, de tudják, a határ a csillagoség, és mi hétről hétre kíváncsibbak leszünk. Kövessenek minket a mediaclick.hu oldalon, de találkozzunk legközelebb is. Multiverzum. A tudomány határtalan.